Sziasztok! A mostani témánk a Főnök Inkognitóban nevű RTL doku-realitynek nevezett borzalom. Erről egy videót fogok szerintem készíteni, mert megnéztem a legelső részt, a Pizza King-es részt. A második részből a Szentkirályi műsorból sikerült össze-vissza tekergetnem 15 percet kb. Nem bírtam végignézni. A harmadik részhez, ami eddig lement, az meg nem is akarok hozzá nyúlni. Amennyire én dicsértem egyébként a Cápák között című reality, ilyen befektető-kereső dolgot, az intelligenciája miatt, amiatt, hogy egy kicsit edukálta is a nézőket bizonyos szempontból, például tárgyalástechnika, kérdezéstechnika, meg egyáltalán üzleti élet, attól függetlenül, hogy ez egy megszerkesztett műsor volt és rengeteg hibája, nekem azt tetszett. Viszont azzal szemben, ami ebbe a Főnök Inkognitóba dolog történt, ez szintén világbotrány, ez nem doku-reality, hanem ez imásfilm. Tehát most már a két, mert ugye végig tekert a másikat, mi történik? Jön a jófej tulajdonos, van egy nagyon happy cég, ő majd jól beöltözik, vagy a másik részben ugye nem is a Levente, hanem valamelyik igazgató, jól beöltözik, majd ő elmegy a cég különböző pontjaira áruhába. Igaz, ne zavarjon, hogy mögötte a kamerastáb van, tehát már alapból itt bukik a sztori, hogy nem rejtett kamerával dolgozunk, hanem stábbal. Innentől kezdve, majd erre mindjárt visszatérek, tehát az, hogy valaki hibázik kamerát, az zseniális. Tehát az megszerkesztett, azt nekem na, de utána a végén sikerül mindig három olyan emberi sorsot találni, aki rendkívüli sors, rendkívül szomorú, aztán jön a jófej főnök, aki így szórja a milliókat. Figyelj, támogatom a baba programodat, támogatom a, mit tudom én, az, hogy tegyél a kiemelt, nem tudom kicsoda. Tehát, hogy a jófej főnök, és ez ilyen tiszta, ilyen népmese sztori lesz a vége. Ez egy imás film. És a végén az vagy naplementébe kézzel fogva sétálunk el, hogy hú, de jó. Bullshit az egész, és nem tetszik. Én azt hittem, hogy ez egy olyan műsor lesz, hogy rejtett kamerával a főnökbe megy, és megnézi, mi történik. Hát nem ez történt. Most beszélünk a legelső részről, a Pizza King-es srácról, most megerőszakoltok, se fogom tudni a nevét elmondani. Mehed? Hemed? Mindegy. Most voltam megnézni. Na, szóval itt van a Pizza King, egy tök jó üzleti koncepcióval. És akkor van az ember, aki bemutatja a kis életét, vagy húsnál, olyan palotában lakik, hogy elájulsz, Teslával jár, már nagyon kíváncsi voltam, megnéztem így a cégnek a árbevételét, hát én majd elájultam, amit én találtam a honlapon cég árbevétel, az 2018-ban 20 pár millió forint. Tehát az autója a videóban többet ér, mint a árbevétel. Na mindegy. Hogy biztos ez ilyen könyvelési trükkök sokaságával ezt sikerült így megoldani. Nekem is kell ilyen könyvelés. Na mindegy, erről ez az ő dolguk. Biztos valami szlovák cégen keresztül fut a sztori. Viszont, mi történt? Az ember fogja, és akkor elkezdi a kifutó fiúkat, meg elmegy egy, igaz, a kettőről beszélünk, a kifutó fiú srácról, elmegy ugye egy újonnan nyílt étteremnek a izéjére, bár az újonnan nyílt étterem tök érdekes, ma beszél, tehát úgy vezették fel, mint hogy itt mindenki új, most kezdődik, de később azt mondta az üzletvezető, aki jól elecsesz, hogy igazából már nagyon régóta itt dolgozik, de tulajdonképpen, hogyha nagyon régóta dolgozik, akkor nem értem, hogy miért mondták azt, hogy kezdőhibát, tehát kezdőként hibázik, mert akkor nem kezdőként, akkor hogy nem ismert a belső sztoriát az egésznek? Tehát az egy számomra ez egy annyira szánalmas, erőlködős esemény sorozat volt, ami én nem gondolom, hogy ez méltó. Azon ki, hogy egy imásfilmet forgatunk egy cégről. Tehát az, hogy ott van a tulaj beöltözik, akkor az új nyitó. Egyrészt nyitsz valamit, és full nagy káosz van, azzal kezdesz, hogy nincsen áram. És ugye akkor ott romlik a kaja, és azt mondja a tulaj, hogy ez így nem lehetséges. Ehhez képest hót lazán csinálják a... Bocsánat. Hót lazán
csinálják sorba a pizzákat például. Tehát, érted? Nem egy pizzát csináltak, sorba. A sztoriba ott nem 5 percet volt. Hát álltam neked, hogy órák teltek el felvonások között. Tehát tulajdonképpen azt mondani, hogy tehát a tulaj felismeri, hogy ez így nem mehet ki. Amik ezen a nébik is csak csettinten, akkor, hogyha ez valós. Hogy itt mi történik, uraim. Nem mehet ki, ő tudja. Nem szól semmit. Órák telnek el nekem. Nem mondd azt nekem, hogy a Pizza Kingbe, ami brutális forgalmat bonyolít folyamatosan, olyan nincs, hogy órákon keresztül nincsen vevő. Meg kinek csinálják a tömérdek pizzát, amit a srác is ott nyomat, ha nincsen vevő? Tehát az egész koncepció arra épül, hogy folyamatosan van vevő. Ad olcsón a kajádat, mert adjál sokat olcsón, mert folyamatosan jönnek. Tehát ez már egy nagy kamu volt az egész. Hát nem is értettem. Utána megy tovább, oda küldik ott van a csaj, a betanító, és akkor itt még itt tesztelgeti, és figyelj, és akkor nem kell lemérni a sajtot. Nem kell, ez sípőből megy. Ez se kell. Előtte ugye azt tecseltet, hogy itt olyan precizitás van, és dekára pontosan. Érted? Még adja is a szájába a csajnak, hogy mit mondjál, ott van a kamera. És akkor itt már megint miről beszélünk? A csaj olyan flegma volt, később is, jaj, konyhában nem kell kesztyű, vagy gumikesztyű. Hát ezt még én is tudom, hogy kell. Tehát kell, ott a kamera és a kamera, tehát nem tudom eldönt, hogy ez egy kamu volt, vagy tényleg ennyire hülye a csaj, tehát ennyire. Ennyire primitív buta, mert akkor azonnal el kell tiltani. Tehát az, hogy ott a kamera, és a kamerában mondod ki, hogy kajával foglalkozol, de nem kell gumikesztyű. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy itt most tetszik vagy nem tetszik. Itt arról van szó, hogy így megsértesz olyan szabályokat, ami nem a Pizza King-nek a szabálya, hanem van egy nébik előírás is. Na mindegy, hót lazán megy tovább a sztori. Ugye aztán az új srác össze-vissz öntögeti a dagasztógépbe, a kutya nem néz rá, tehát itt is merül fel a kérdés, hogy van egy új srác, és egy akkora konyhában, ami ott van, ami azért nem volt egy nagy konyha. Gyakorlatilag egymást érték az emberek. Nem mondd azt nekem, hogy senkinek nem tűnik, hogy össze-vissza öntögeti. Senki nem néz rá, és senki nem csinál semmit. Ez is akkora kamuszagú volt, az egész, és aztán jött, ugye bezárta, hogy mondta, csinálta a drámát a srác a kameráknak, hogy ne haragudjatok, de én most már nem bírom tovább, én most már bezárom. És akkor jött az igazságosztás. Csak merül a kérdés, hogy itt olyan súlyos hibák voltak, hogy ilyet kamerák előtt, tehát azt látták, hogy itt a kamera, megcsinálnának a munkatársak. Ma ha igen, akkor nincs miről akkor tényleg nincsen miről beszélni. Hát gondolod, hogy mit csinálnak a kamera nélkül? Mert én elhiszem, hogy ha igaz is lett, hogy azt mondják, hogy fia, érezd magad otthon, mint hogy itt csinálnak a kamera, de az ilyet nem csinálsz. Tehát ez egy imásfilm, és aztán a végén, ami ott történt, ugye ott van a srác már átöltözve, és akkor hívja az embereket, akik milyen csoda, hogy nem tudom, a Pizza Kingnél csak szörnyű sorsú emberek dolgoznak ezek szerint. Vagy nem tudom, castingolták? Tehát a kifutó fiú, a macis kifutó fiú, aki rohadt lelkes, rohadt kedves, szép szemű, szörnyű sorsú, nem lehet gyerekük, ilyen apal dolgozik. Elmondja ott beöltözött tulajnak, a jóságos Mátyás királynak a kocsiba, hogy azért jövök vissza a Pizza Kingbe, hogy annyit lehet keresni, mindig. Utána snit, néhány sztori, utána a Lombik Baby programot csináljuk, és nem lehet gyerekünk, és ez nagyon szomorú. És ez 1-2-3 millió forintba is kerülhet. Érted? Tehát gyakorlatilag letolták a szánkon, tehát így, tehát annyira egy óvodás dramaturgia volt. Nagyon jól lehet keresni a Pizza Kingnél. Nem lehet gyerekem, ugye a dráma? Hú, nagyon sokba kerül. Szó szerint elmondja, mennyibe kerül, és a végén jön a jófej tulaj. Figyelj! Zsebből. Kivágom. Annyiszor mész, amennyiszer akarsz, ha foci csapatot szeretnél, azt is kifizetem. Miért? Mert egy napot vele töltöttem, és már jó fej voltál. Oké, köszönjük. Tehát egyszerűen ott a másik srác, akinek be volt ültetve valami a fejébe, és rákos. És hogy példakép, és tényleg nem őt akarom bántani.
Csak érted? Ott is. Mi történik? Gyere, te hol csinálod a pizzát, és ez a Mátyás király aspektus. A pizzádat, a speciális pizzádat felvesszük az étlapba. Ezzel gyakorlatilag egyébként bepromózott egy új kaját. Most érted, ez egy imázs videó volt, promóval. És erre még a hatóság is sem mondhat semmit, meg a fogyasztóvédelem, hát miért, hát ez volt a dramaturgia. És aztán te ebbe a cégbe, ebbe a nagy cégbe senki nem lehet pizzás, ha te nem látod, nincsen melletted egy napon keresztül legalább. És ez plusz pénzzel fog járni. Értitek? Ez valami világszégyen, tehát hogy ez a Pizza Kingnél például ezek szerint ez a mérőfok. Tehát a tulajdonosnak sok mint, tehát hogy nem tudom mit tudott erre a srácod, de elmondása szerint semmit, nem ismerte. Így lehet valaki főpizzás, a mester, a tanító, hogy elmész az áruhába, összedobál neked egy pizzát, ami kb. Elmondom neked, mi is így esszük, bár lassan 10 éve a pizzát itthon, de amikor mit csináljuk, de oké. Okay. Meg jó fej, meg van egy szörnyű sorsa, és akkor ebből adódik, hogy ő lesz a szakmai vezető. Érdekes megint, nekem ez tök érdekes, visszás. Mert ez full kamu, bullshit. Vagy lehet, hogy ő lett a fő pizzás, de szakmai vezető. De akkor nem emiatt. Akkor már volt előzménye. Tehát ez megint visszás. És aztán a Szent Királyiból, ami a másik részben, amit most bennem van abban a 15 percben, hogy elmegy a kertészekhez. Bocsánat, az első. Bemegy a gyárterületre. Elkap egy targoncást. A targoncásnak a 5. mondata: nagyon vigyázzál, mert itt haláleset lehet. Te itt ne legyél, mert haláleset lehet. Mire mondja a Szent Királyinak a tulaja levette? Vagy bocsánat, nem lehet az igazgató, hogy igen. Látszik, hogy voltak céges biztonságtechnikai oktatáson. Látszik, hogy tökövet látszik. Hát meg lehet neki mondva, hogy beszéljen erről, hogy ez is imázs, hogy itt aztán nagyon figyelünk rá. Én nem tudom, én voltam pár gyárterületen, kérdeztem, de még nekem senki nem beszélt arról, hogyha rosszul lépek, meghalok. Tehát, sőt, én most jelenleg ugye félig építkezéssel lakok, ugye a lakóparkban. Hát még senki nem mondta azt, hogy figyelj, ne menjél fel a tetőre, mert meghalsz, vagy ne lépj oda, meghalsz. Tehát, hogy ilyen nem. Szóltak, hogy létsz oda, ne vagy valami, de ilyen halál nem. Tehát ez annyira nagyon erős. Utána megtalálja a kertészeket, ahol az öreg szegény bácsi a 3 unokával, a egészséges és becsületes, a kis ember bácsia, aki tulajdonképpen az hihetetlen sorsok vannak, akinek a föld, amin most az egész van, ez az övé volt, ezt ő adta el. Hát gyerekek, hát hogy sikert ezt megtalálni? Tehát érted, hogy ilyen véletlenek vannak? És akkor ezzel a ponton mondtam, hogy készen. Én még így megnézem a végén, hogy ugyanaz a dramaturgia, megint kap mindenki valamit. Igen, az. Most nem érdekel. Azért nem érdekel, ez mesterkél, drámai. Ez egy nagyon zsékategóriás ilyen imázs videó. És nem értem, mi szükség volt erre. Mert most ajt találsz olyan vállalkozókat, nagy cégeket, akik felvállalják rejtett kamerával, maximum utólag megszerkesztjük, mert ha nagyon durva dolog történik, akkor azt kivágjuk. De ez semmi, hát ez pudinghabbal, ez nyilván, ez műsor, ez a zsé kategória nagyon nem tetszik. Nem, ez nem jött át, ez létszik, nem. Ez kár folytat, itt komolyan volt az imázs videó, köszi. Jó? Na, ha tetszett a videó, akkor lájkold. Én nagyon kíváncsi a véleményedre, hogy szerinted is ez egy ilyen mesterkélt, mézes, habos imázs videó sorozatra sikerült, vagy valóban? Főnök inkognitóban van? Na, írd meg kommentbe, hello, sziasztok!